Az anyukám annyiszor elmesélte ezt a történetet, hogy mi történt a születésem előtt, hogy szinte már egy ilyen sztorivá összeállt. Mondta, hogy hát amikor érezte, hogy már itt az idő, akkor megmosta a haját, felöltözött, mert tudta, hogy be fog menni a makói kórházba, és akkor az édesanyja elment a postára, hogy telefonáljon a mentőkért, és akkor beült a mentőbe, de ha sorompót kapunk Apátfalvánál, akkor én ott a mentőben megszületek, mindig így mondta, és ez nagyon-nagyon szép volt, mert azt akart ez mondani, hogy olyan gyorsan csusszantam ki, hogy ez egy merő véletlen, hogy ez a kórházban történt. Azt is mondta, hogy amikor beért, akkor mondta neki a nővére, hogy anyuka, tartsa vissza. Hogy tartsa vissza? Hát jön a gyerek. Úgyhogy én egy ilyen, úgy látszik, nagyon élni akartam, így és kijöttem. Sajnos nincs róla emlékem, vagy legalábbis tudatos nincs. De hogy úgy szerintem az úgy összevág azzal, vagy egybecseng azzal, amit én egyébként élek, hogy én elég gyorsan élek, meg úgy nagyon akarom az életet, meg nagyon jövök. Bár ez most már azért finomodik, de hogy valahogy azt gondolom, hogy ez egybecseng ezzel. És akkor még egy dolog eszembe jut, ezt elmesélem, hogy volt egy halott kislány a családban előtte, és olyan, mintha egy olyan ilyen vágy is lett volna a szüleimben, hogy én úgy helyette is éljek, vagy hogy így legyen egy fiú meg egy lány, legyen kettő, és hogy hát az első az nem, ő elment elég, tehát egy nap után, és hogy nekem mintha ez egy ilyen program lenne, hogy úgy nagyon élnem kell.